A gyümölcs és zöldségfeldolgozó, illetve termelő egyesületek pályázhatnak 30 ezer lei értékben 49%-os intenzitással különböző eszközök beszerzésére. Ilyen eszközök lehetnek például a feldolgozáshoz szükséges eszközök, inoxtálok, gyümölcsprések, illetve öntözőberendezések, amik a termelés segítik elő. A pályázat célja az egyesületek műszaki fejlődése, legyenek új eszközeik, illetve tudjanak olyan gépeket beszerezni, amelyeket mostanig nem engedhettek meg maguknak. A Fenyőalja Egyesület gyümölcsfeldolgozással foglalkozik. Ide tartozik az erdei gyümölcs, amit megtermelünk mi otthon, és a zöldség természetesen az akuszkához, amit itt meg lehet gyergyó szintén termelni, és gyógynövényeket, teáknak termelünk, és gyűjtünk is persze. 10 éve, hogy megalakult az egyesületünk. Első perctől a megyei tanács nyújtotta a segítséget, tehát már 2011 óta pályázunk minden évben. A kukta volt az első, a 100 literes kukta, sterilizáló, magozó, az inox berendezések, alma, prés, pasztorizáló, csomagoló, tehát minden évben kihasználtuk a pályázatot. Természetesen üvegekre is pályáztunk, mert az is nagyon jól jött. Hargita megye tanácsának a Vidékfejlesztés Egyesülete segített ebbe az egyesületnek a fejlődésébe. Ez a pályázat fontos, hogy versenyképesebbé tegyük a mezőgazdaságunkat, a zöldségtermesztőket, így ők is a piacon elérhetnek megfelelő eredményeket. Azt szeretnénk elérni, hogy azok a kisebb manufaktúrák, kisebb társult csoportok, ahol többen együtt gondolkodnak, együtt legyenek képesek fejleszteni, és hát van jó néhány jó példánk, amikor egy településen összeálltak és együtt dolgozzák fel a zöldséget, együtt dolgozzák fel a gyümölcsöt, sőt, mi több, az erdélyi gyümölcs tekintetében azt gondolom, hogy verhetetlenek vagyunk, és e tekintetben várjuk a pályázó helyi egyesületeket október 30-áig, déli 12 óráig tegyék le a pályázatukat. Megyei tanácsunk honlapján lehet találni információkat, illetve a Vidékfejlesztési Egyesületünk honlapján is, és az a kérésünk, hogy olvassák el, tanulmányozzák, illetve szívesen válaszolunk a kérdéseikre.